Két autó ütközött a 442-es számú úton. Egy nő meghalt, négy ember súlyosan megsérült. A helyszínelés idején teljes útlezárás volt az útszakaszon, közölte a Jászhegy-Kunszolnok megyei rendőrfőkapitányság a Karcak televízióval. Madfű külterületén, Madfű felől Szolnok irányába közlekedett egy személygépkocsi, melyet egy 19 éves férfi vezetett egy főutasával. Haladása során átért a menetiránya szerinti bal oldalra, ahol összeütközött egy Szolnok felől érkező személygépkocsival. Ebben a személygépkocsiban a járművezetőn kívül két utas tartózkodott, melyek közül az egyik a baleset következtében életét vesztette. Ebben a járműben, illetve a másik járműben is a további két személy, aki tartózkodott, súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök teljes útlezárás mellett helyszíneltek. A Szolnok felől érkező forgalmat Szandaszőlős külterületén, a Homokbányai úti kereszteződésnél, míg a Martfű felől érkező forgalmat a Kengyeli elágazásnál elterelték.